Az aromi Arany János általános iskola második osztályos tanulója, Szurok Noel részt vett az idei Miénk a város nevet viselő Csodasarok programon, és meg is nyerte. A programot a magyar kormány hirdette meg. A versenyen 6-tól 10 év közötti óvodások és kisiskolások vettek részt. A verseny témája idén a család volt, ami szorosan kapcsolódott a 2018-as külhoni magyar családok éve programsorozathoz. Szurok Noel anyereményét a helyi könyvtárnak ajánlotta fel. Volt 4 főfeladat, 4 hétig tart, és akkor vannak pontgyűjtő feladatok is. Az egyik feladat, a főfeladat az a József Attila altató volt, volt egy vízkérdés is, meg a vasárnapi délután időtöltés. Noel az édesanyjával készült fel a versenyre, és az ő segítségével oldotta meg a feladatokat. A fiam már most 3. évben vett részt a Nemzetpolitikai Államtitkárság Miénk a város elnevezésű játékán. 3. évben meg is nyertük ezt a játékot, beletartozunk abba az 50-be, aki csodasarkot kap a települése vagy az általa megjelölt intézmény számára. A Miénk a város nevet viselő online játék már 2013 óta kerül megrendezésre. Az idei évben a vajdasági gyerekek kiemelkedően szerepeltek, hiszen az 50 kiosztott csodasarokból 9 vajdaságba került. Nyertesek valójában a kreativitásukkal, az elkötelezettségükkel, a céltudatosságukkal és a kitartásukkal tudnak jó eredményt produkálni. Természetesen szükség van szülői vagy tanítói segítségre is, hiszen olyan feladatokat kell megoldani, amelyekkel azért a kisiskolások, óvodások nem biztos, hogy meg tudnának egyedül birkózni. Mindig kértem őket, hogy sokat olvassanak, rajzoljanak, írjanak, és akkor így jobban el tudták biztos végezni a feladatot, és a szülőket is kérem, hogy működjünk együtt, és maximális az együttműködés, nagyon jó, és az ő segítségük, ha nem volna, akkor nem tudnánk ilyen jól haladni. Nagyon örültünk annak, hogy Szurok Sándor Nelli anyuka benevezett erre a játékra, és annak külön, hogy minket jelölt meg támogatott intézménynek, valamint a Magyar Nemzeti Tanácsnak is szeretnénk megköszönni, hogy van ez a lehetőség. A mi könyvtárunk egy nagyon régi könyvtár, 1952 óta létezik olvasóköre, és a mai időkben is 5-6 ezer között van a könyveknek a száma. Számos olyan foglalkozást szoktunk szervezni évközben, ami a gyerekeknek azzal a céllal jött létre, hogy szorgalmazzuk, hogy járjanak könyvtárba, hogy többet olvassanak. Ilyen például a mesekuckó, a könyvmolyképző vagy a nyári olvasótábor. A csodasarok egy 100 000 forint értékű nyeremény, amely fejlesztő játékokat, társas játékokat, gyermekkönyveket tartalmaz.